Megyünk tovább a Mokkával. Egy átlagos magyar háztartásban évente akár több tízezer forintot tehet ki annak az élelmiszermennyiségnek a mértéke, ami a szemétben köt ki. Ez derül ki a Századvég gazdaságkutató friss felméréséből. Vendégem Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt rátérünk arra az egészen fontos témára, amiről beszélünk, mert nekem is a szívem megszakad. Én minden a főzök. Megpróbálok tudatosan vásárolni, és így is dobok ki élelmiszert, és rosszul vagyok ilyenkor saját magamtól. Egy picit azt tisztázzuk a nézők számára, hogy az élelmiszerbank mivel foglalkozik. Az Élelmiszerbank azzal foglalkozik, hogy élelmiszeripari, élelmiszerkereskedelmi vállalatoktól veszi át azokat az élelmiszereket, amik fogyaszthatóak, de valamiért a gyártó nem tudja vagy nem akarja kereskedelmi forgalomba hozni, mert például lejárat közelévé válik, vagy hibás csomagolású, esztétikai hibás, vagy mondjuk a húsvéti nyuszik májusban, a csoki mikulások januárban. Ezeket veszi át az Élelmiszerbank, és szociális munkát végző karitatív szervezeteken keresztül juttatjuk el ezt rászorulóknak. De csak cégektől veszik át, vagy magánszemélyektől? Igen, mi csak cégektől veszünk át nagy mennyiségben. Tavaly évben 2600 tonnányi ilyen élelmiszert vettünk át, és juttattunk el Magyarországon körülbelül 300 ezer embernek. És ez el is jut a célállomásra? Igen. Ez gyakorlatilag az, a mi dolgunk az az, hogy azt biztosítjuk, hogy ez logisztikailag eljusson, és hogy tényleg a megfelelő helyre jusson el. Egyébként ezt aláírásukkal veszik át, ezt mi ellenőrizzük, tehát egy elég komoly rendszer van a mögött, hogy ezek az élelmiszerek tényleg a megfelelő helyre jussanak el. Mert hogy addig az volt a tapasztalat, hogy a cégek kint tartják a pultjaikon ezeket a termékeket, egészen a lejárat dátumáig, akár még talán utána is? Így van, és nagyon sok élelmiszert kellett megsemmisíteni, mert nem volt meg annak a csatornája, hogy ezt eljutassák meg. A nagyon sok az tonnában mennyiben fejezhető ki? Becsléseink szerint Magyarországon több tízezer tonna olyan élelmiszer van, ami egyébként megmenthető lenne és el lehetne juttatni, hogyha a megfelelő logisztikai csatornát biztosítanánk hozzá. A teljes élelmiszer pazarlás mértéke az becsülten 1,8 millió tonna Magyarországon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt kamionra raknánk, akkor ez a kamionsor Budapesttől Párizsig érne el. Tehát óriási mennyiség, de nyilván ennek egy jelentős része egyébként nem vagy nagyon nehezen megmenthető. Ebből egyébként 400 ezer tonna az, ami a háztartásokban keletkezik. Ez azt jelenti, hogy háztartásonként és évente átlagosan 100 kg élelmiszer kerül a szemétbe. Tehát háztartásonként, nem fejenként. Háztartásonként. És ez mondjuk egy négyfős átlag háztartással számolva. Igen. Nyilvánvalóan a statisztikai adatoknak, igen, a átlagnak megfelelően. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy a kenyér, a cukor, a szörpök, a tej, a minden, ami megmarad egy áruházban, azt önök összegyűjtik, és tovább juttatják. Mindenfajta élelmiszerre vonatkozik ez? Igen, alapvetően minden élelmiszerre vonatkozik. Hozzá kell tenni, hogy ez nyilván függ attól, hogy az áruházak mit adnak, és mennyire hajlandóak leszedni mondjuk a polcról, például lejárati idő előtt ezeket az élelmiszereket. Ilyen szempontból egy nagy lépés most ez a megállapodás, amit a Tesco és élelmiszerbankok kötöttek Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban, amiben a Tesco azt mondta, hogy a 2020-ig azt vállalja, hogy az összes áruházából az összes olyan élelmiszert, ami még fogyasztható, el fogja juttatni rászorulóknak. Ezt az aláírást láthatják a nézők, ennek az agreementjét, a megállapodását, ami erről szól. Igen, és ez a munka egyébként már el is kezdődött. Magyarországon 2 éve kezdtük el, összesen már 80 áruházból megy ez az elszállítás. Jelenleg a pékárukat és a zöldséggyümölcsöt tudjuk így elszállítani, illetve az a következő terv, hogy ehhez hozzátegyük a tejtermékeket, illetve a húsárukat is, és aki gyakorlatilag minden olyan élelmiszert, ami nem kerül a fogyasztókhoz vásárlás formájában, de egyébként élelmiszer biztonságilag jó minőségű. Tehát nyilván nem beszélünk olyanról, hogy mondjuk egy vákumhibás hús, ami mondjuk veszélyes lehet a fogyasztásra, hanem csak olyanról, ami tökéletes minőségű, ezeket még akkor így el tudjuk juttatni, és ezeket természetesen ingyenesen kapjuk, és ingyenesen. De ez mondjuk nagyon komoly logisztika, mert van úgy, hogy például húsok esetében, tejtermékek esetében ugye aznap meg kell gyakorlatilag érkeznie, főleg, hogyha lejárati határidőben vagyunk, hogy még aznap fel tudják használni biztonságosan. Így van, és ráadásul a hűtést is biztosítanunk kell, ugye a hűtőláncot, amit van olyan szervezet, aki hűtőautóval tud biztosítani, illetve kisebb szervezetek kisebb mennyiségekben ilyen termoboxokat használnak, ezeket a hungarocellárdákat, amivel a hőmérsékletet meg tudják tartani, és ezért ezeket a friss árukat megfelelő minőségben tudják még kiosztani. Mit tapasztal, működik-e az a fajta pszichológia, ami mondjuk egy ember esetében is működik vásárlás során, hogy jaj, még az is mennyire jól néz ki, megveszem, bár nincsen rá szükségem, vagy nem volt rajta a bevásárolistán. Egy picit sarkítva, mondjuk az áruházláncok is túlvásárolják magukat?
Én azt gondolom, hogy inkább a fogyasztó az, aki túlvásárol, például a bevásárló lista, amiről is hangzott egy kulcspont. Nagyon sokan bevásárló lista nélkül mennek el vásárolni, tehát a boltban kezd el gondolkozni, hogy vajon van otthon tejföl, vagy nincs otthon tejföl. Veszek egyet inkább, mert biztos, hogy legyen, akkor rögtön kettő lesz otthon, és a kettő nem fogy el, az egyiket ki kell dobni. Meg akkor félig van megnyitva, akkor félig van megnyitva, biztos már nem jó, azt kidobom. És apró 5-10 dekákból jön össze ez az évi 100 kiló, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki néha kidob 10 kilónyi élelmiszer, így van, hanem itt 5 deka, ott 8 deka, itt 10 deka, és ez a sok apró viszont ténylegesen 100 kilóra jön össze, ami azt jelenti egyébként, hogy mondjuk ennek az értéke 30-50 ezer forint, amit, tehát nem csak a környezetet károsítjuk, mert hogy hozzá kell tenni, hogy az, amit kidobunk, nem csak maga a hulladék káros, hanem az összes olyan erőforrás, amit felhasználtunk ugye a megtermelés során, azt mind kidobtuk ezzel együtt. És az élelmiszer feleslegnek a széndioxid kibocsátás egy óriási nagy tényező. A világon azt mondják... Elégetik? Vagy mit csinálnak ezekkel a felesleges élelmiszerekkel, vagy lejárt élelmiszerekkel? Nem elsősorban az a kérdés, hogy mi lesz azzal, mert ezeket mondjuk vagy komposztálják, vagy kommunális hulladékba kerül, de inkább az a kérdés, hogy amit nem eszünk meg, annak a megtermeléséhez rengeteg erőforrás használtunk föl. És azt mondják, hogy ha az élelmiszer pazarlás egy ország lenne a világon, akkor Kína és az Egyesült Államok után a harmadik legnagyobb kibocsátó lenne. Tehát ezt kevesen gondolunk bele, de minden kidobott élelmiszerrel egyébként mondjam, széndioxid kibocsátást is termelünk, nem maga az élelmiszer miatt, hanem az előállítása miatt. Nagyon fontos akkor ez a bizonyos aláírás, megállapodás, amit elhoztak, és itt meg is mutatott nekünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.